elmesélnem, hogy ismertem meg a Suba Robit. Hajnalban szoktam járni edzeni, általában hétköznap, mert barátnőm egy edzőteremben dolgozik, és ő szokta nyitni a termet reggel 6-kor. És épp mentünk a terembe edzeni, meg nyitni, és nagyon-nagyon fáradt voltam, és egyáltalán nem volt kedvem az egészhez. A előző napi amerikai foci edzés is bennem volt, nem aludtam eleget, és épp azon gondolkoztam, hogy valahogy el kéne sunnyogni az edzést, hogy valami kardiót csinálok helyette, vagy valami pinatárogatást. És odaértünk a teremhez, és a Robi ott állt az ajtóba nyitás előtt, és ült a székbe, és várta, hogy kinyíljon a terem. És akkor elgondolkoztam azon, hogy vajon van-e nekem okom arra, hogy én elsunyogjak egy edzést, hogyha a Robi ott van nyitás előtt a teremben. És hát ez engem akkor annyira motivált, hogy aznap egy elég kemény lábedzést nyomtam le. Suba Róbert vagyok, a Budapesti Műszaki Főiskolán tanulok, és hát beszeretnék mutatni egy-két edzéstechnikát a sorstársaimnak, hogy hogyan lehet edzeni konditeremben. A balesetem 10 éve ezelőtt történt, lezuhantam ejtőernyővel. Balesetem előtt rendszeresen, aktívan sportoltam, és ezt a sportot mai napig nem hagytam abba. Nagyon sok fajta sportot csináltam balesetem előtt is. Vízlabdáztam, atlétizáltam, kosaraztam. Baleset után vívást, kajakot és az úszást csináltam. Eredményeim 2 világkupa volt párbajtőr fegyvernemben, Lonátóban és Varsóban. Kajakban Spanyolországban akartam indulni a kvadraton világbajnokságon, de nem jött össze a pénz, így nem tudtam kijutni. Ez kb. 7 éve ezelőtt volt. És hát a sportot már így mint hívásszerűen, hogy bajnokságokra nem megyek, de mint életérzés, vagy mint az életemhez hozzá tartozik, ezért minden nap, minden héten kell csinálni, mert a szervezetem kívánja. Akkor kezdjük el szerintem valamelyik parttal a edzést. A felfenyomó padnál, ami hát segítséget igényel, az, hogy nincsen lábizom, és ha súly valamelyik oldalra elbillen, akkor nem tudok ellenjönni. És itt ennyi segítséget kell kérni. Fontos a bemelegítés. Edzéseimet úgy szoktam összerakni, hogy mell, triceps, egyik nap, másik nap biceps, hát, és egy külön napon a vállat edzem. Mert egyik barátom mondta, hogy nincsen nagy fasz, csak keskeny váll. Nem tudok fölállni, és így nem tudok
nem tudom a rudat megfogni jól, ezért kell kérni segítséget, hogy el tudjam kezdeni a gyakorlatot. Jó. Fontos megjegyezni, hogy ezt túl nagy súlyon nem lehet csinálni nekem, mert kihúz a padból a súly, mert lábbal nem tudok ellen tartani, úgyhogy akkor a széria számot szoktam növelni. Általában mindig ki szoktam választani magamnak egy edzőpartnert, akivel tudok edzeni közösen. A kondi edzést általában kiegészítő edzésként szoktam használni. Igazi edzés az a úszást jelenti nekem. Az hát nyáron ilyen napi 3 kilométert leszeretnék úszni egy reggeli edzésként. Aztán dél környékén a kondi edzés, és este még a hasazás. Napi 3 edzés? Igen. Jó. Nem készülök bajnokságra. De húz a súlyt, ha? Ja. Egy bizonyos súly után már a test fölemelkedik, így ez is be van korlátozva. Nem érzem a lábamat, és ki van téve egy ilyen feszítő hatásnak, és így nem nagyon merem jobban emelni a súlyt, mint amennyi a súlyom, és a testsúlyom. Nem lehet kerekesszékből csinálni, mert szétnyomja a kerekesszéket. Ezért meg kell kérni egy embert, aki segít, kinyúlni arra a padra, és akkor becsúsztat alá. Oké. Kéne pakolni most jól. Hát egy-egy úszas, aha. Azt mondta a régi edző még a kézlabda edzésen, hogy akkor meregettem, de jól, akkor csináltam jól a bemelegítést, ha leizzadtam. Hát... alapul. A mostani célom az, hogy leadjak zsírt. Nem tudok aerobozni, ezért megpróbálom úgy leadni a zsírt, hogy szénhidrátot visszaszorítom, szinte minimálisra. A fehérje adagomat meg növelni fogom. Azt vallom, hogy minden edzésen le kell győzned önmagadat ahhoz, hogy valamire jussál, hogy a célodat elér, és igazából akkor érzed már azt, hogy legyőzted önmagadat, amikor már nem is veszed észre az időt, hogy hány óra telt el az edzésbe, csak csinálod, mert átestél a holtponton. Na, elkezdem a diétát, és ha sikerül, akkor találkozom. Azóta is, hogyha ez megfordul a fejembe, hogy el kéne sumákolni egy edzést, akkor mindig arra gondolok, hogy most vajon a Robi edzett.
akkor ez úgy általában így felszokta dobni a hangulatomat. És általában ettől jót szokott sikerülni az edzés.